Polgármester úr, engedje meg, hogy a nézők és a magam nevében is boldog új esztendőt kívánjak önnek és az egész családjának. És akkor hadd tegyem fel önnek a kérdést, ön mit vár a 2016-os esztendőtől? Én is szeretnék minden kedves nézőnek és természetesen szerkesztőasszonynak is boldog új évet kívánni. Én amikor boldog új évet kívántam a ismerőseimnek, barátaimnak, mindenkinek, azt is mellé tettem, hogy a boldog új évhez jó célkitűzéseket, jó terveket, és ezeknek a sikeres megvalósítását kívánom. Hát ezt kívánom magunknak is, így az önkormányzat részéről, illetve hát magunknak is, mint dunakeszi városlakók. Tulajdonképpen mi az elképzeléseinket, terveinket már korábban összeraktuk. Egyrészt a jövő évi elképzelések azok egy nagyobb tervnek is, a ütemezett tervnek a részei. Ezen kívül meg az élethoz új dolgokat, és ezekkel szeretnénk foglalkozni. Ahogy áttekintettük itt a következő évet, azt kell mondjam, hogy tavalyi évben nagyon sokaktól hallottuk, hogy szemmel láthatóan fejlődik a város. Sokan még azért is meg voltak döbbenve, mert a választási év után sokan azt várják, hogy kicsit leül az önkormányzat aktivitása, és ugye mi nem így tettünk, hanem igyekszünk minden percet kihasználni, hogy fejlődni tudjon a város. És hát az idei év azt hiszem, hogy hasonlóan erős lesz, sőt, így most mondta a szerkesztő azt, hogy beszélgetünk, kicsit átnéztem, hogy milyen terveket fogunk megvalósítani, és azt kell mondjam, hogy még sok tekintetben egy intenzívebb, erősebb fejlesztést fogunk végrehajtani, mint a tavalyi évben. Voltak látványos beruházások, ezeket így az élet is hozta, hiszen megmaradt a Európai Uniós pénzek felhasználása miatt lehetőség adódott arra, hogy az STK-t és a Magyarság sportpályát kívülről energetikailag felújítsuk. Ezt a felújítást most fogjuk folytatni belülről. Az STK-nál egy hosszabb távú fejlesztést fogunk megvalósítani, hiszen ott folyamatosan működés közben kell felújítanunk az épületet. A 2016-os évben az a terv, hogy gépészetileg teljesen felújítjuk az épületet, tehát szeretnénk megoldani a központi hűtését is az épületnek. Emellett pedig azt gondoltuk, hogy a vizes blokkoknak a felújítását fogjuk megtenni a gépészettel együtt, és utána az ezt követő években pedig szárnyanként, emeletenként fogjuk szépen működés közben felújítani. A Magyarság sportpálya is megújult ugye tavalyi évben kívülről. Ez fog leggyorsabban elindulni reményeim szerint már a tavasszal, ennek a belső felújítása. Itt fogjuk kialakítani az új Városi Sportegyesületnek a főhadiszállását. Talán egy pár szóban annyit, hogy eddig is a Város és a Kinizsi Sportegyesület egy nagyon szoros együttműködésben dolgozott. Ezt most amiatt, hogy nagyobb beruházásokhoz különböző TAO-s lehetőségeket igénybe tudjunk venni, még szorosabbra vettük, és innentől kezdve azt tudjuk mondani, hogy egy új Városi Sportegyesület fog tovább működni, aminek a főhadiszállása lesz a Magyi pálya. Ott a lelátó épülete fog megújulni, és újabb, jobban kihasználható, nagyobb termek lesznek, illetve az egyesület működéséhez szükséges irodákat fogjuk kialakítani. Úgy látom, saját magam is tapasztalattal rendelkezem azzal kapcsolatban, hogy itt Dunakeszin rendkívül komoly igény van a sportokra, nagyon jó mindenfajta sportolással kapcsolatos kezdeményezésnek a visszhangja, és erre a területre szeretnénk nagyon erősen oda koncentrálni, hiszen az itt élők azt gondolom, hogy egyre magasabb szintű sport és kulturális hátteret várnak a várostól. Ezt fogja tudni megteremteni ez az új Városi Sportegyesület, amelyik most már egy központi koncepció mentén fogja tudni szervezni magát, és a mi elképzelésünk az, hogy egy olyan brand
egy olyan sportegyesületi brand épüljön ki, amiben minden olyan sportág, aki csatlakozni kíván a Városi Sportegyesület már most meglévő sportágaihoz, az a felhasználói oldalról, tehát lakosságai oldalról egyértelmű legyen, hogy ez egy magas minőségi, mint szakmailag, mint háttérinfrastruktúrálisan magas minőségi szintet fog jelenteni. Tehát aki a Dunakeszi Városi Sportegyesületbe megy el sportolni, az úgy előre tudhatja, hogy itt milyen szakmai és egyéb háttérre támaszkodhat majd. Szintén tavalyi évben kezdtük el a József Attila Művelődési Háznak a felújítását. Itt is kívülről és energetikailag megújult az épület. Most idei évben egy belső átalakítás fog kezdődni. Az igazgató úrral egyeztetve nyári hónapokba igyekszünk ezt a felújítást, belső felújítást megtenni. Ugye ez most már egy több mint 100 éves épületről tudunk beszélni, aminek a teljes belső gépészetét, elektromosság, elektromos hálózatát meg kell újítanunk. Bizonyos helységek új funkciót kapnak, bizonyos helységek összevonásra fognak kerülni. Az egyik szárny az egy kicsit bővítésre is le fog zajlani. Tehát egy komoly felújítás lesz. Nagyon remélem, hogy a nyári hónapokban be fogjuk tudni fejezni, és ősszel már újra egy felújított művelődési ház fogja tudni fogadni a kultúrára kíváncsi lakótársainkat. Lesz két nagy projekt, aminek a elindulása fog megkezdődni a következő évben. Ezek részben állami, részben önkormányzati projektek, ahol tulajdonképpen közösen fogunk a megvalósításon dolgozni. Az egyik ilyen lesz a tanúszoda, ami idei évben el fog indulni, és most tartunk a együttműködési megállapodás aláírásánál. Ha ez megtörtént, akkor be fogok tudni számolni az ütemezési tervről a kedves nézőknek, hogy pontosan milyen ütemezéssel fog elkészülni a tanúszoda. Ez is egy jó pár százmilliós beruházás lesz, és ennél egy nagyságrenddel nagyobb beruházás lesz ez a 24 tantermes iskola, aminek a tervei elkészültek, és aminek szintén idén el fog indulni a kivitelezése. Ez egy nagy munka, ez több mint 4 milliárdos beruházás, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy komoly hatással lesz Dunakeszi iskola rendszerére is. Egyrészt a sokkal kényelmesebben fogjuk tudni szervezni az iskolásoknak az életét. Másrészt lesz egy új sportcsarnokunk, hiszen itt egy több száz fős lelátóval együtt működő sportcsarnok is fog az épületrendszerhez tartozni. Hasonló, mint amilyen a gimnázium, és ott annál egy modernebb, nagyobb sportcsarnok lesz, és hát egy 24 tantermes új iskola, aminél a tervezésnél a tervezők figyelembe vették a legújabb iskola szervezési elképzeléseket, tehát ez egy meghatározó iskolánk lesz. Van egy nagy álmunk, amit most már évek óta dédelgetünk, és tulajdonképpen azt terveztük, hogy 2016-ban el fog készülni, ez pedig a főútnak a, mondhatjuk úgy is, hogy parkosítása, ami abból a koncepcióból táplálkozik, hogy a főúton szeretnénk kialakítani minél több parkolóhelyet, hiszen látszik, hogy parkolóhely inség van a főút mentén, és ráadásul az az állapot, ami jelenleg néhány üzlet előtt előfordul, hogy merőlegesen parkolnak a kocsik, ezt a Magyar Közút nem engedi, tehát ezt nagyon szigorúan föl fogják számolni. Mi már számtalan jelzést kaptunk, és csak úgy tudtuk eddig elkerülni a szigorú lépéseket, hogy mondtuk, hogy fel fogjuk újítani, és párhuzamos parkolókat fogunk kialakítani, hiszen ez egy egyszemélyegyű út, és a kitolatás egy egyszemélyegyű útra az nem engedélyezett a magyar szabályok szerint. Tehát ki fogunk alakítani nagyon sok új parkolóhelyet, új járdákat fogunk építeni, ott, ahol eddig még nem készült el a Viacolor járda. A parkolók és a járda között pedig parkosítani fogjuk a főutat,
ez egy intenzív parkosítást jelent, ahol locsolórendszerrel fogjuk ellátni, és tehát szeretnénk, hogyha egy nagyon jó megjelenésű főútunk lenne, hogy aki itt átmegy Dunakeszin, lássák, hogy ez egy virágos, parkos város. Ez a nagy álmunk. Most, ahogy közelebb kerültünk ennek a megvalósításához, fölmerült egy igen fontos kérdés, hogy a főúton is érdemes lenne kicserélni a villanyoszlopokat, hiszen ha a főút mindkét oldalán intenzív fejlesztésbe fogunk, és föl lesz túrva, akkor az időpont rendkívül alkalmas lenne arra, hogy földkábelekbe helyezzük a most oszlopokon futó elektromos kábeleket, és ezeket a egyébként csúnya, vagy ilyen lukacsos beton, vagy pedig vasból készült oszlopokat is jobb megjelenésűekre cseréljük. Ugye az időpont rendkívül alkalmas lenne, már föltúrásra kerül, sőt azt mondom, hogy ez egy kicsit történelmi lehetőség is, hiszen hogyha most nem raknánk be a föld alá ezeket a kábeleket, akkor a következő 20 évben valószínűleg nem kerítenénk rá sort, hiszen azt a beruházást, amit most végrehajtunk a főút mentén, azt gondolom, hogy nem lenne célszerű utána szétverni. Úgyhogy ez egy rendkívül fontos döntés lesz. Ez egy igen komoly finanszírozási kérdést is érint. Itt ezek 100 milliós nagyságrendről tudunk beszélni, és most folyik a tárgyalás az elművel, hogy ennek a projektnek egyrészt gondolkodunk abban, hogy több szakaszba, tehát hogyha nagyon drága, akkor csak rövidebb szakaszt csinálunk, itt a főút elejét, a Békeútig, következő elképzelésen a város elejétől a Liget utcáig, a legmerészebb állam az a város elejétől egész az Adzsibkútig. Tehát egyre közelebb kerülünk a dologhoz, az elművel már tárgyalunk egy ideje, amikor látjuk a konkrét költségeket, akkor meg tudjuk hozni a döntést. Ez azért érdekes, mert ez egy akkora beruházás, hogy ez több mint egy évet igénybe vesz a tervezéstől egészen a megvalósításig, és ha így döntünk, hogy akkor komplett villanyoszlopostól, villanyvezetékestől fogjuk megoldani ezt a beruházást, akkor az idei évben bármennyire is szeretnénk is, nem fogunk neki kezdeni, mert egyszerűen a tervezés, ez az elektromos hálózatnak a tervezése nem fogja megengedni. Fontos projektnek tartjuk az új ügyfélszolgálatnak a kialakítását. Sokat beszéltünk arról, hogy miután egyre jobb közösségben élünk itt Dunakeszin, egyre szervezettebb közösségben, ennek a közösségnek a kiszolgálása válik az első számú célunká a közösségépítés mellett. És úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan ügyfélszolgálati irodát kell létrehoznunk, ami már egy modern, és ez egy kísérlet is, ilyen még nincs az országban, tehát hogy a multinacionális cégeknél megismert front office, back office rendszer szerint szervezve még nincs önkormányzati ügyfélszolgálati iroda. A jegyző úr, a közösen dolgozó erre teszünk most kísérletet. Ehhez itt az egyik szájban egy ügyfélszolgálati irodát fogunk kialakítani, illetve a megközelíthetősége miatt először a városháza déli oldalán, majd pedig az északi oldalán is egy parkolót, plusz parkolót fogunk kialakítani. A déli oldalon azt hiszem, hogy 35 férőhelyeset, az északi oldalon meg 26 férőhelyes parkoló fog kialakulni. Ezzel azt hiszem, hogy nagyban segítjük majd azt, hogy megközelíthetőbb, elérhetőbb legyen az ügyfélszolgálatunk. Ami még fontos beruházásunk lesz, ugye már lehet látni, hogy a tavalyi évben megindult a főúton a buszmegállóknak a kiépítése, ez folytatódni fog a Kossuth-Lajos utcába és a Fóti úton a jövő évben, illetve a térfigyelő kamera rendszernek a bővítését is tovább fogjuk folytatni. Az útfelújítási programunk is folytatódni fog. Itt a pályaútszát szeretnénk az idei évben rendbe tenni, eléggé elhasználódott, és ez a pályaútszával együtt a bicikliút megújítását is szeretnénk megtenni, illetve a Békeúton és a Toldi utcában is szeretnénk a bicikliseknek
egy kedvezőbb lehetőséget biztosítani. Szintén programszerűen fogjuk folytatni a járdaépítéseket. Az idei évben Toldi utcába, a Pálya utcába és a Kossuth Lajos utcába fogunk járdaépítéseket megvalósítani. Mindehhez a anyagi lehetőségeket hogyan lehet előteremteni? Körülbelül mekkora az a hányad, amit mondjuk pályázatból szeretnének, illetve mekkora az a hányad, amely már rendelkezésére áll az önkormányzatnak? Még egy projektet el is felejtettem, ez a Fóti úti orvosi rendelőnek a kiépítése. Erre nyertünk pályázati forrást, itt 30 millió forintot nyert a város, és idei évben fog megtörténni a külső-belső rekonstrukciója az épületnek. Hát ugye a tanúszoda és a 24 tantermes iskola az, ami még állami segítséggel fog megvalósulni. A többi projektet most egyelőre úgy látjuk, bár keressük a pályázati lehetőséget, ha csak nem jön közbe ki, akkor aztán saját forrásból fogjuk a többi beruházást elvégezni. Tehát az a szigorú gazdálkodás, amit itt az elmúlt években tettünk, az most lehetővé teszi, hogy évről évre egyre nagyobb, egyre több fejlesztésbe tudjunk gondolkodni. Ráadásul nagyon kedvező az, hogy előre vannak terveink, hiszen ezeket, hogyha évközben jön egy pályázati lehetőség, rögtön föl tudjuk használni, és tavalyi évben is jelentős pályázati pénzeket sikerült így elhozni, olyan projektek megvalósítására, amit ebbe egyébként saját forrásból gondolkodtunk, tehát be tudtunk vonni plusz pénzeket, ezért a tavalyi évben is megmaradtak pénzeink, olyanok, amit egyébként elköltésre került volna, úgyhogy egyre bátrabban tudunk fejlesztésekbe gondolkodni. Jó érzés az, hogy úgy működik a város, hogy a különböző forrásokat nem éljük föl, nem használjuk el a működésre, hanem mindig egy pici marad, és ezt aztán igyekszünk egyre nagyobbra, egyre többre gyarapítani. Természetesen úgy, hogy én itt most beszéltem infrastruktúrális fejlesztésekről, hiszen ezek a legkézzel foghatóbbak, de továbbra is nagyon fontos számunkra az, hogy a közösségépítés folyjon. Ennek nagyon fontos eszköze az, hogy a meglévő sikeres programokat tovább vigyük, sikeres kulturális programokat, és ha van lehetőség, akkor újakat is behozzunk. Úgyhogy ez is tovább fog folytatódni ebbe az évben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.